Összetett programot teljesítettek a Sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjai. A környezettudatos nevelés jegyében már több éve vesznek részt abban az országos programban, amely a környezetvédelmet helyezi a középpontba játékos versenyek segítségével. Az új ismeretek és a közösségi élmény mellett eddig mindig eredményesen szerepeltek a gyerekek, azonban most egészen az országos második helyezésig jutottak. Intézményünkben nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek környezettudatos szemléletét formáljuk. Ez a mindennapok során úgy valósul meg, hogy a saját környezetüket igyekeznek szépen tisztán tartani, valamint egy esztétikus környezetet próbálunk kialakítani itt az intézményben. Ez megvolt azelőtt is, mielőtt az intézményt felújítottuk volna, de most még inkább adott erre a lehetőség. Igyekszünk bekapcsolódni azokba a kampányokba, amik országosan megjelennek, valamint azokra a napokra is készülünk, általában projektmunkával, vagy pedig projekthét alkalmával, ami felhívja a figyelmet a környezetvédelemre, így a földnapja alkalmából, vagy a víznapja alkalmából is vannak ilyen megmozdulásaink. Az éven a 71 iskola 13 ezer diákja közül mi lettünk a második helyezettek a közösségi akciónkban. Ez azt jelentette, hogy az élő klímaképünk és a két közösségi akció, még a videónk, amely arról szólt, hogy mozgásban az üzenet, és a világfánk által összesítve, így a 71 iskolából második helyezést értünk el. A gyerekek tudásának hasznosítása mellett a kreativitásra, az egyéni látásmódra is szükség volt, ami magával hozta a megvalósítás örömét is. A klímaképünkkel a széndioxid kibocsátást, tehát egy CO2-t jelentettünk meg, és alatta egy stop feliratot, és Magyarország zászlaját vontuk az egész iskolán közössége mögé, és ezzel is jeleztük, hogy a széndioxid kibocsátását csökkenteni kell, meg kell állítani, és hogy mindenképpen mi is ahhoz csatlakozunk, hogy 2 Celsius fok alatt kell tartani az átlaghőmérsékletet, hogy ez a globális felmelegedés ne emelkedjen. És úgy láttam, hogy a szakmai zsűri ezt nagyon értékelte, úgyhogy az élő klímaképünk újból első helyezést ért el. A másik akciónk, egy videót kellett készítenünk. Ott diákjaimmal azt mutattuk be, egy földgömböt vittünk a kezünkbe, és hogy mennyire fontos, hogy ők a kezükbe veszik a földet, és a föld jövője számukra a legfontosabb. A harmadik feladat teljesítése, amely egy világfa megalkotását jelentette, már a jelenlegi fiatal generáció jövőt érintő felelősségérzetéről tanúskodott.